Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ezúttal a feminizmusról lesz szó. Találtam néhány videót, amire szerintem érdekes lenne reagálni, és amennyiben idő engedi a jövőben, természetesen szeretném folytatni ezt, bár nem tudom ezt megígérni. Előjáróban annyit, hogy úgy gondolom, hogy kevés olyan mozgalom van a világon, ami akkora kárt, vagy olyan károkat okozott, mint a feminizmus, nem csak a nőknek, hanem úgy általában véve a társadalomnak. Hogyha ki kellene választani az egyedüli legnagyobb problémát a jelenlegi világrenddel kapcsolatosan, akkor azt hiszem, hogy az kétségtelenül a női elmének a fertőzése volt, és ezáltal ugye az egész családmodellnek a lerombolása, és most már láthatjuk, hogy a társadalom is leomlik körülöttünk. Én azt természetesnek veszem, hogy lesznek, akik nem fognak egyetérteni ezzel, és én ezt megértem, attól függetlenül az én véleményemet nem tudja megváltoztatni senki a feminizmussal kapcsolatban, és meg fogom mutatni ezeken a videókon keresztül, hogy csak mennyire álomvilágban élnek ezek a hölgyek, illetve az a néhány úriember, aki szintén részt vesz ebben, ami lehet, hogy nem is néhány. Egy idézettel szeretném kezdeni, amit már felolvastam, ez Dietrich Bonhoeffertől származik, amely nagyjából úgy szól, hogy a hülyeség az veszélyesebb ellensége a jónak, mint a rossz indulat. Lehet tiltakozni a gonosz ellen, ki lehet tárni, szükség esetén erőszakkal meg lehet akadályozni. A hülyeség ellen azonban védtelenek vagyunk. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Hülye a rossz indulatúval ellentétben teljesen elégedett önmagával, és mivel könnyen ingerülté, veszélyessé válik támadás által, a hülye a rossz indulatúval ellentétben teljesen elégedett önmagával. Könnyen ingerülté válik, ezáltal pedig, ha támadás éri, veszélyessé. Ezek okán nagyobb elővigyázatosság szükséges, amikor egy ostoba emberrel próbálkozunk, vagy bánunk, mint egy rossz indulatú emberrel. Soha többet nem próbáljuk meg okkal vagy érvekkel meggyőzni az ostobát, mert értelmetlen és veszélyes. Mondhatnánk azt, hogy én vagyok a rossz indulatú, hogy ezt az idézetet felolvastam, itt nem azt akarom mondani, hogy a videóban megjelenő hölgyek azok hülyék vagy ostobák, ezt mindenki eldönti magának, én csak azt akarom mondani, hogy az elgondolás és az érvek, amiket használok, azok mindenképpen ostobák és nélkülözik a valóságot, mint ahogyan a feminizmus szinte minden mögöttes oka, amivel érvelnek, hogy erre szükség van, hasonlóképpen nélkülözi a valóság alapot, az ész érveket is mellőzi. Többnyire nőkről lévén szó, az természetes, hogy az érzelmekre igyekszik hatni minden videó. Én mégis azt szeretném, hogyha mindenki megmaradna a racionalitás talaján, és azt, ami elhangzik, úgy vizsgálná, hogy használja a józan eszét, és nem az érzelmeit. Én együtt érzek mindenkivel, hogy milyen sanyarú sorsa van itt Magyarországon, a lehető legnagyobb jólétben, amit az emberiség valaha tapasztalt, de az érzelmek azok engem nem igen hatnak meg, úgyhogy nézzük, hogy mi az, amit mond. Ez Pészincs, egy Kalász Szintia, ha jól gondolom a neve, de nem esküszöm meg rá, ez a TikTokon található ez a videó, úgyhogy ez az, amit meg fogunk nézni most. Ha viszont nem, akkor egyszerűen csak állj tovább. Szóval, hogyha valaki egyetért vele, akkor maradjon, ha nem, akkor meg álljon tovább, ez az, amire gondol. De az első érv az azt hiszem, hogy most kezdődik. Én is átéltem már sokszor, hogy a férfiak társaságában voltam, akkor az én véleményem az nem számított. Ez, hogy ha a férfiak, hogy amit ő átél, vagy én átélek, az nem azt jelenti, hogy valami úgy van. Ez az én szubjektív történetem, én így gondolom, velem ez esett meg, stb. Ez nem egy általánosítható eset. Ez csak pusztán egy anekdota. Én végéltem az egész életemet eddig, a 43 évet férfiként, és velem is számtalanszor előfordult, hogy az, amit mondtam, az nem számított. És nem azt néztem, hogy miért nem hallgatnak rám, biztosan velük van a probléma, hanem azon gondolkoztam, hogy vajon mekkora hülyeséget kellett mondanom, hogy ne figyeljenek rám, vagy esetleg nem vagyok elég megfelelő ember arra,
hogy véleményt formáljak, nincs meg a szakértelmem, a tudásom, vagy esetleg a tekintélyem, a tapasztalatom akármiben, és nem az a lényeg, hogy valaki férfi vagy nő, hanem az, amit mond. Ha amit mondanak értelme van, akkor meghallgatnák, hogyha nincs, akkor meg nem hallgatják meg. Ha okosat mondtam, akkor egyszerűen levegőnek néztek. Nem tudom, hogy ilyen létezik-e, attól függ, milyen környezetről van szó. De ez ilyet én is mondhatok, ezért mondják azt, hogy messziről jött ember azt mond, amit akar, mint ahogy ő is, vagy én is. Ez előfordul mindannyiunkkal, és hogyha minden egyes ilyen esetet úgy akarunk látni, hogy ez a szexizmus, akkor mint ahogy ő is teszi azt, természetesen meg fogjuk tudni úgy is szemlélni, vagy figyelni ezt. De olyan is volt már, hogy rugdostak az asztal alatt, hogy maradjak csöndbe. Ez mindannyiunkkal előfordul, hogy rugdostak az asztal alatt, valószínűleg hülyeséget beszélsz. Ezért nem szeretnék, hogy lejárasd magad, vagy azt, akivel ott vagy. Ezért rúgdosnak az asztalon, hogy hé, elég volt. Ez ostobaság, ami kijön a szádon, és lehet, hogy jól hangzik a te fejedben, de a valóság az sajnos nem ez. Értem, hogy most miért küzdünk mi nők, és ez a küzdelem, ez szükséges. Nagyon sokféle. Ezt kíváncsi lennék, hogyha tudnál esetleg artikulálni, hogy mi az, amiért küzdenek, majd megmutatom a későbbiekben, de már számos videóban én megmutattam, hogy a nők helyzete talán soha nem volt ilyen jó bizonyos értelemben, amit szabadságot illeti, és ezzel együtt ilyen rossz, pontosan, hiszen a nők nem tudnak élni ezzel a szabadsággal, mint ahogyan azt demonstráltam én már számos videóban, illetve a jövőben is meg fogom ezt tenni. Féle szempontból. De. Azt érzem, hogy annyira erősen előjött belőlünk a maszkulin energiánk, hogy közben elfelejtettünk nőnek maradni. Mi vagyunk képesek egyedül embert teremteni. Ez ugye nem igaz. És ezt is megmutattam már. Nem akarok most nagyon biológiába belemenni, de ha kell, akkor demonstrálom azt, hogy a nő mindössze halott petesejteket tud termelni hónapról hónapra. Éppen ezért volt olyan fontos a bibliai történetekben az, hogy minél hamarabb valaki szülhessen gyereket, hogy megállítsa ezt az örök körforgását a halálnak lényegében. Nem azt akarom mondani, hogy a nő az a halált hordozza magában, de hogyha amennyiben nem termékenyíti meg a petesejtet, a hímivarsejt, akkor az elhal és kilöködik a szervezetből nagyjából ugye havonta, 28 naponta, kinek hogy. Úgyhogy a nő nem képes nemhogy életet önmagában előállítani, hanem a önmagában ő csak mindössze halált fog előállítani. Elhalt petesejteket is. Ez nem azt jelenti, hogy én utálom a nőket, ez csak egyszerű biológia. És ha valaki haragszik rám ezért, akkor jobb, hogyha a biológiával veszi fel a harcot, mint velem. Hogyha a férfi nem termékenyíti meg a nőt, vagyis a petesejtet jobban mondva, akkor az kilökődik és elhal. A férfi ezért hát az, aki életet képes teremteni. De ehhez természetesen szüksége van a nőre. A nő aztán azt gondozza és kihordja, abból lesz ugye a gyerek, amit mindenki ismer. De ez nem azt jelenti, hogy a nő önmagában képes életet előállítani a hímivarsejt nélkül, ugyanis ez lehetetlen. Az anya formál a lélekből anyagot, de ez angolul is így hangzik, hogy mother, matter. Mi vagyunk a biztonságot adó talaj, vagy úgy is mondhatnám, hogy anyaföld. Biztonságot adó talaj már amennyiben a nő hajlandó férhez menni, és aztán leélni az életét egy házasságban, de úgy tűnik, hogy a feminizmus ezt is megakadályozta, illetve lerombolta. Az elkövetkező néhány perc az bár elméletben igaz, amiről beszél a gyakorlat, azonban megváltozott a feminizmussal. Mi vagyunk a biztonságot adó talaj, vagy úgy is mondhatnám, hogy anyaföld. A szexuális energiánkkal csábítunk, majd befogadjuk a magot, megformáljuk az életet, és a saját testünket és energiánkat megosztva tápláljuk azt, önfeláldozóan. Csábító szexualitás, befogadás, önzetlen odaadás, gondoskodás, és a szüléssel járó harc az, ami jellemez minket. Miután megszületik az a gyerek, őt is a saját testünkből tápláljuk, tehát a testünket áldozzuk fel azért, hogy ő egyen. Igen, ez így volt egészen az 1950-es, 60-as évekig, amiről beszél. Ez egy potenciál, az egyértelmű. Az, amit ő felsorol itt, de nem a gyakorlat. Ugyanis 2019-ben a 40 éves nőknek több mint egy harmada volt hajadon Magyarországon. Ami azt jelenti, hogy minden harmadik 40 éves vagy annál idősebb nő egyedülálló.
A nők 33 évesen mennek férhez, a férfiak pedig 36 éves korban kötöttek házasságot. Ez Infostartnak egy cikke az Inforádió műsora alapján. De egyébként a Statisztikai Hivatal Nők és Férfiak Magyarországon 2019 című kiadványából származik. Most nem tudom, hogy elírták-e ezeket az adatokat, de azt mondják, hogy 2020-ban a 15 évesnél idősebb nőknek a 30%-a volt hajadon, a 40 éves nőknél 33%, de 20 éves esetében 97%. 97%-a a nőknek, majdnem 100%-a 20 évesek esetében hajadon, azaz nem él házasságban. Én nem tudom elképzelni, hogy ez így van, de ha így van, akkor mindaz, amiről ő beszélt, ez a gondoskodó, meg a szülők, meg teremtek életet, meg akármi, ez nem csak, hogy egy elmélet, hanem egyre inkább a múlt homályába fog veszni ez a lehetőség, hogyha 33 évesen nősül, 36 évesen nősül egy férfi, mikor a nő átlag 33, akkor nem tudom, miféle új életeket fognak azok a világra hozni, mikor már a nő kifele megy mindenféle időkből. És ha hihetünk a statisztikának, hogy a 20 évesek 97%-ban hajadonok, akkor a legjobb időszak, amikor házasságot lehetne kötni, meg gyereket hozni a világra, az ez az életkor nők esetében, 20-30 között nagyjából, ezek azok az idők, amiket vesztegetnek el mindannyian, hogy a feminista elveket megvalósítsák a saját életükben. Ez az erős, független, szabad ábránd, amit a nők többsége kerget, és amiről ő is beszél itt részint, hogy miféle életet tud ő létrehozni, meg akármi. Életet tudna létrehozni most, nem 35 éves korában. Még akkor is, hogyha az nem lehetetlen, de az már geriátriai terhesség, azaz lényegében időskori terhességnek hívják a 35 év fölötti időtartamot, amikor a nő már elmúlt 35 éves. Javaslom a hölgyeknek, hogy fogadjam el azt tanácsot, amit ad itt a végén, vagy azt a gondolatot, amit megoszt, mert nem is lehetne jobban megfogalmazni. Ez is a női minőség része. Természetesen a harc is a részünk, de hogyha elveszítjük ezt a csábító szexualitásunkat, a befogadás képességét, az önzetlen odaadást, a gondoskodást és az érzelmi biztonságnak a megteremtésének a képességét, akkor elveszítjük önmagunkat. Ne veszítsd el azt, hogy nő vagy. Attól tartok, hogy már rég elvesztette a nők egy jelentős része azt, amiről ő beszél, még hogyha a csábításban esetleg fejlődtek is, de mindenképpen azt is szabadosságra, meg parázaságra használják, és nem arra, amire kellene, hogyha egyáltalán lehet azt pozitív értelemben jellemezni. Az összes többi azonban elveszőben látszik, ahogyan a nők egyre férfiasabbak lesznek, és magukévá teszik a azt hiszem harmadik hullám feminizmusnak hívják ezt a gondolkodásmódot, az erős, független nőt, úgy fogják elveszíteni a nőiességüket és egyben a képességüket arra, hogy betöltsék a funkciójukat a családban, ami egy anya lenne, ahogyan ő azt igyekezett leírni ebben a videóban. Szóval jó gondolatai voltak részben, de mégis én úgy érzem, hogy az ő elméjét is megfertőzte ezt a feminizmus. És törekednie kéne minden nőnek arra, hogy távol tartsa magát a világtól, amennyire csak lehet, meg ezektől az ideológiáktól, és térjen vissza a Bibliához, az írásokhoz, és ahhoz a fajta karakterhez, amit az meghatároz egy nőnek, hogyha teljes életet akar élni. Hogyha egy örök harcot szeretne, akkor jó úton halad a többség. Bízom abban, hogy ez a videó segített, hogy legalább néhány ember elgondolkozzon. Köszönöm a figyelmet mindenkinek, hamarosan újra jelentkezem, addig is mindenkinek a legjobbakat és halleluja!